Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Pivko Krisztián, alias Mujó. Mász Gergely. Alias Gergely. Igen, ezt azt nem mondtam. Rögtön helyreigazítással kell kezdeni, mert az előző podcastet itt a nullás pilotadás sorszámozása miatt eltoltam, és 11-el kezdtem, hogy az a 11-es, de hát nem, az a 10-es volt, és most tartunk a jubileumi 11-esnél, úgyhogy ne érezzen senki zavart az erőben. Kezded a felsorolást a mostani 1-essel, Krisztián? Nagyon szívesen, igen. A hét egyik nagy eseménye, hogy megjelent Farcaranyos Doki legújabb publikációja, amit sokáig ültek rajta, és világszerte közel 20 000 vaper részvételével készült ez a felmérés, és ennek az eredményeit sikerült végre publikálni. És nagyon sok érdekes adat derült ki belőle, rólunk vaperekről. Többek között például az, hogy a megkérdezett 19.441 elektromos cigaretta használónak a 0,5%-a mondta azt, hogy ő úgy elektromos cigarettázik, hogy korábban soha nem dohányzott. És az érdekes azonban, hogy valószínűleg ennél kisebb a szám, mert a keresztkérdések arra mutattak rá, hogy valószínűleg rosszul válaszoltak, mert nem lehet úgy nem dohányosnak lenni, hogy az ember már próbált korábban leszokni a cigarettáról. De tegyük fel, hogy 0,5% van, aki úgy elcigarettázik, hogy nem dohányzott korábban. Másik érdekesség, hogy a megkérdezettek 74,7%-a volt európai, úgyhogy a válasz túlnyomó többsége az a kontinensről érkezett. Amik kiderülnek ebből a tanulmányból, az elektromos cigarettázók 81%-a hagyta abba sikeresen a dohányzást átlagosan egy hónapon belül azután, hogy elkezdett elcigarettázni. Azok, akik együtt használják dohánytermékekkel az elcigarettát, egyharmada kevesebbszer gyújt rá, mint naponta egyszer, és a kétharmaduk pedig napi egy doboz fogyasztását napi 400 környékére csökkentette. Ezek nyilván arányított statisztikai számok. A megkérdezettek 3,7%-a használ első generációs készüléket, a 96,3% pedig második, harmadik generációs eszközt használ. Ez azért érdekes, mert ugye a nyakunkon lévő európai szabályozás az pont az első generációs cigarettaformájú készülékek felé szeretné visszavinni a kőkorba a vaper világot. Ez így elég érzékenyen fog érinteni mindenkit, hogyha közel 100%-a az embereknek második, harmadik generációs készüléket használ. Szóljatok ám közben, hogyha valamihez hozzáfűzni valótok van, vagy kommentálnátok? Én rögtön az elején kommentáltam volna, hogy ez volt az a mi a túró? Köszönjük, a... Charlie! Nem láttam a monitort, mert közben pelzódok, hogy ez volt az a közvéleménykutatás, amit múlt héten beszéltünk, hogy talán ez majd a lengyelországi nikotinos kongresszusra el fog készülni, hát akkor ezek szerint elkészült és vihargyorsan meg is oldották a publikációját. Ez a baj, hogy látod, a monitorról nézed, én ma úgy döntöttem, hogy közelebb megyek, visszamegyek a természethez, és ezért papírra nyomtatva vannak a jegyzeteim. Fú, ez annyira 20. századi. Szóval, hol tartottam? Igen, érdekességek a tanulmányból. Az elektromos cigaretta használók egyharmada magának keveri a likvidet. Ez például sokkal több, mint amit én vártam, meglepően sok. Ami viszont fontos még így EU szempontból az az, hogy a megkérdezettek 21,5%-a 20 mg per milliliternél erősebb e-likviddel kezdett el e-cigarettázni, ami megint azt mutatja, hogy az EU-s megközelítése ennek a kérdésnek nagyon-nagyon távol van a valóságtól, meg attól, amire az e-cigarettásoknak valójában szüksége van. Az nem semmi azért, bocsánat, hogy közbeszólok. Hát közel a negyede az embereknek erősebbel indul, igen. De nem, hát ha csak azt vesszük, hogy nálunk mi a divat, persze, hát ez minden tájegységnél más lehet, ugye nálunk ez a 3, 6, 12, 18, és megnézi az ember máshol, egész más számokat lett, és ez a 20, ez nekem, fú,
18-ast is próbáltam, de nekem már az nagyon sok volt, tehát nem tudom elképzelni, hogy milyen erős cigarettát szívhatott az, aki ezzel állt át. Hát én is 24-essel kezdtem. Igen? Igen. Jó, persze. Na jó, az... Négy doboz. Jó, de nem azért. Négy doboz, igen. Ja, hogy az érdekessége ennek az igazából, hogy a számok azt mutatják, hogy a tendencia az, hogy mindenki csökkenti. Tehát a nagy átlag, amit a statisztika kihozott, az az, hogy 18 körülivel kezdik el az elcigizést az emberek, és aztán ez nagyon rövid idő alatt 12 környékére lemegy. Ezek megint ilyen arányított számok, tehát nyilván nem pöcre ennyi, ami van, de hogy én is egy ilyen másfél-két hónap leforgása alatt 18 alá mentem a 24-esről, viszont a kezdéshez tökre kellett az a löket, hogy meglegyen. De te is ugyan azzal a készülékkel mentél lejjebb? Tehát ugyanazzal a kazánnal? Mert szerintem ott van még egy nagy ugrás, aha, például, hogy ugye megveszed azokat az integráltakat, vagy megveszel mondjuk egy Helix típusút, vagy bármit, ami ezelőtt mondjuk 2-3 évvel divat volt, és ott tényleg az volt, hogy ha én most, amit beszélgettünk nemrégiben, hogy egész más feeling egy drip kazánnal, mint mondjuk egy Typhoonnal, vagy egy ilyen Helix-el, és ott érzem is, hogy ami itt sok, az a másiknál kevés. Tehát nem lehet, hogy ilyen volt nálad is? Próbálok visszaemlékezni, de már nem ma volt. Szerintem a 24-18-ast azt ugyanazzal a setup-pal léptem meg, és aztán a 18-tól visszafele kezdtem el már kísérletezgetni a különféle kazánokkal, és utána, hogy a kazánok javultak, akkor ment lefelé. Nem tudom, hogy milyen összefüggés van a kettő között, igazából ezt így már nehéz lenne megállapítani. Az mennyi idő volt neked az első lépés? A 24-ről 18-ra? Aha. Az egy ilyen két-három hónap lehetett nagyjából. Aha. Én is ezen gondolkoztam, hogy mi az az észszerű lépés, időintervallum, amivel lehet csökkenteni. Persze, hát az a legideálisabb, hogyha mindig úgy csökkented, ahogy neked jól esik. Csak... Egyébként biztos vagyok benne, hogy a fejedben dőlnek el ezek a számadatok, és nem is az érzék az, ami elsősorban szabályoz, hanem hogy úristen, most 9-ről lemegyek 6-ra, és akkor így mindig így visszakapaszkodsz a nikotin adagodhoz. Ezt azért mondom, mert volt egy barátom, akinek... Közösen vettünk mindent, ugyanolyan kazánokat használunk, ugyanazt a löttyöt szívjuk, és mindig tőlem kapja a cigarettájába löttyöt, együtt veszük meg az alapanyagot, meg ami kell hozzá, és egyszer csak fogtam magam, amikor már olyan kazánt szívtunk, mind a ketten Kaifunra tértünk át, és szépen levittem az adagját 3 mg-ra. Úgyhogy tudta, vagy nem tudta? Úgyhogy nem tudta. Úgyhogy nem tudta, és a végén 40 napig szivattam vele nullást. Ez miután ezt, miután ezt megmondtam, azért menekülőre kellett fognom a dolgot, mert egyszerűen nézett rám, és azt mondta, hogy te ezt megtetted velem. Ez szerintem pont ugyanez, mint ez a kontrollcsoportos reklám, ez a kóla és a Coke Zero-val, hogy nekem is van cimborám egyébként, aki nem iszik Coke Zero-t, mert más az íze. De hogyha nem tudná, szerintem nyugodtan meginná és észre se venné. Tehát itt is biztos ez van. Azért csak észrevennénk, hogy mondjuk nem 10 percet szívjuk, hanem 30-40 percet, de egy nagyon pici nikotin pótlót raktam bele, hogy legyen egy kis THZ, az a megszokott TH meglegyen, de tényleg nagyon keveset, megtesztelgettem neki a likvidjét, és 40 napig azt szívta, és 40 nap után végül is csak abban egyeztünk meg, hogy maradunk ennél a 3 mg-nál, de a 3 mg most is úgy szívta, hogy az 12-es. Tehát azzal nem volt probléma. De azt gondolom én is egyébként, hogy egy nagyon minimális nikotin, tehát én most sokáig szívtam nullást, de egy nagyon minimális, ez 1-2, max. 3 mg kell, hogy a leves egy picit jobb legyen, más az íze, nem annyira gej. Tehát egyébként engem is átvertek így a család, mert a Coca-Cola-s üvegbe beleöntötték a kópos kólát, azt úgy megittam Coca-Cola-nak, hogy öröm volt nézni.
néta. Nálatok ez hagyomány, hogy szívasztjátok a rokonokat és a barátokat. Igen. Egyébként ez érdekes, én visszakanyarodnék az elejére, hogy az emberek miért kezdik nagyon erőssel. Én például ugye 101-es cigit szívtam, mielőtt átértem az elektromosra. Jelenleg a nagyszámok törvénye alapján 3-assal kellett volna kezdenem az e-cigizést, ehelyett 18-ast lettem. Hogy főleg ennek mi volt az oka, az az, hogy ugye alapból úgy álltam hozzá, hogy műcigi, kamucigi, hagyjuk már persze, hogy a legerősebbet. Jó, mondjuk abból a Zeghóból, meg a Helixből nem is volt az igazán erős, csak az íze volt rossz. És amit Fifika mondott az előbb, hogy kell az a kis nikotin, ugye én úgy vettem észre nagy átlagban, hogy 3-as és 6-os között a legjobbak az ízek. Tehát 3-as alatt már hiányzik a nikotinnak az a kis íze, amit hozzáad, a fölött pedig már sok, tehát 6-os fölött. Uh-huh. Egyébként... Illetve én, ja bocs, még az, hogy ugye ő mondta, hogy ez főleg agyban dől el, én például soha nem akartam csökkenteni, tavaly nyáron se, de ugye a nikotin az, hogy mondjam, így melegít végül is, van egy ilyen hatása. És a nagy kánikulában sok volt a 6-os, lementem 5-ösre, sok volt, lementem 4-esre. Azon maradtam nagyon sokáig, és valamikor nemrég egy-két hónapja 3-asra. De nem azért, mert le akartam menni, csak úgy éreztem, hogy sok, megfogtam az összes likvidem, mindet kihigítottam, és azóta 3-as. Érdekes egyébként, hogy nekem is ez a tilinkózás volt, meg hogy pont olyat szívtam, mint te, és én is ott tudományos utánaolvasás, osztokszorzok, meg 30-al, meg az anyám kínja, 0-3, hát olyan persze, hogy nincsen, és a kezdő az nem azzal fog kezdeni, hogy kever magának, és akkor 6-ost vettem. Aztán a 6-os szerintem egy pár decig jó volt, aztán szerintem az kevés, akkor 12-re váltottam, az jó volt, aztán az új kazánban sok volt vissza, 6-9 között ugráltam, aztán valami miatt véletlen 12-est rendeltem. És pont ezt éreztem, amit te mondtál, hogy ott nekem már 2-3 sluk után éreztem nem azt a kellemes kaparást, hanem az a kesernyésen maró történetet, akkor folyamatosan higítgattam, aztán 6-ra is, és mindig most ez a játék nálam, ez a 3 és 6 között ugrálok, attól függ, hogy most drip van, vagy egy kijárós tájfun, valahogy így alakul nekem a sztori, de egyébként amire még ki akartam térni, mert az volt még nagyon érdekes. Van nekem 2-3 ismerősöm, akik kértek segítséget, hogy segítsek leszokni, és hogy, mert látják, hogy ez van, de hát ekkorát nem, majd ego, és vettem nekik likvidet is, meg készletet is, és érdekes, hogy ez pont akkor volt egyébként, mikor jött az embargó itthon, és nem lehetett likvidet se kapni, utána még talán egyszer vett nikotinost, de a fórumon is egyre többször látok olyat, hogy beregisztrált a fórumra, és mondjuk 3-4 hónapos regisztráció, és fölrakja az adok-veszekbe, mert hogy kiírja, hogy leszokott. Leszokás miatt, ez meg leszokás miatt, ez is. Nekem 3-ból 2 ismerősöm van egyébként így, és erősen élek a gyanúperrel, hogy ennek így valóban van-e értelme, vagy egy év múlva, fél év múlva nem eszokik vissza a cigire. Mert ezt így kijelenteni nagyon könnyű egy hónap után, hogy szívtam az elektromosat, aztán azt is leteszem, nem kell semmi, és nem tudom, hogy hirtelen azt tudja pótolni, vagy hogy gondoljátok ti. Hát én remélem, hogy nem szoknak vissza, vagy legalábbis, hogyha kevés lesz neki, vagy vissza akar esni a dohányzásba, akkor már legalább tudja, hogy van egy alternatíva, és legfeljebb egy másik setup-pal próbálkozik. Remélem. Én mindenkinek azt ajánlanám egyébként, hogy a liquid nem kér kenyeret, egy ego set sem fog nagyot lendíteni a családi kasszán, hogyha eladja, hogy azért egy ilyen menekülő szettet hagyjon meg arra az esetre, amikor nagyon-nagyon görzsbe van a keze, hogy rá kéne gyújtani. Mert azért az elektromos cigit fölvenni, az nem jelent egyet a visszaszokásra, de mindenki, aki valaha is letette a cigarettát, az tudja, hogy egy szálat kell elszívni, aztán már jön a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, stb.
Tehát ha valamiért nyúlni akar, akkor az egy e-cigi legyen, és ne az igazi cigaretta. És szóval jött az eszközök és a nikotin mennyiség alakulása. Én ezt nagyjából tudom, hogy nálam, hogy volt a 3 ohmos Helix a szabályozatlan Egon, ugye az volt a 18, utána az 1,8 ohmos Vivinovával 12, utána jöttek a modok, V-mod, meg ilyen egyéb gyári kazánok, azokkal hát olyan 9-12, és akkor az alapap felújítósok, akkor stabilizálódott a 9, és a Kaifun V2 idején, egyébként ez egy rövid időszak volt, mert körülbelül 4-5 hónap, onnantól jött a 6-os, és az maradt is nagyon soká, onnantól ugye az eszközök, illetve a teljesítmény nem változott, maximum annyi, hogy előtte ugyanazt a teljesítményt mondjuk 2 akuval értem el, egy idő után meg elkezdtem szubómokat is tekerni, tehát de ez TH-ra mindenre lényegtelen, az meg, hogy B2-es Kaifun vagy 3.1-es, az szintén, tehát igazából 3-asról 6-osra volt az igazi csökkenés, mert azt már ugyanazzal az eszközzel. Nekem ez a 12-ről 6-ra volt, most, hogy így mondtad, elkezdtem gondolkodni. Én ugyanazzal az EGO kategóriás IEC készülékkel mentem le 12-ről 6-ra, és fúra ugyanazokkal a kazánokkal. Mondjuk igazándiból azt is használtam a legtovább, úgyhogy az meg már így ilyen, simán lehet ilyen kifutós idő, hogy akkor tényleg nincs annyira szükségre már a nikotinra. Sőt, hogy egy kicsit dicsekedjek, van, hogy nullásat is szívok. De az csak drip kazánból. Van, ami úgy is elviselhető, igen. De ha már a nullásoknál tartunk, ezt mondtam már, hogy a megkérdezettek 3,5%-a használ csak mindössze nikotinmentes likvidet. Az jó kevés. Az jó kevés. És mi az átlag? A nagy átlag? Fú, ezt nem értem ki, látod. Na. Én csak úgy hasraütésszerűen valahova a 6-os környékére tenném. Én 12-es tippelnék, de majd megvan. Megvan, a medián az 18 mg per milliliter. Nem, az a kezdő medián. Az a kezdő láttam. Medián? Igen. Az elkezdő erősségnek a mediánja. Én most hirtelen az ismerősi kört átlagoltam. Az elkezdő erősség, viszont az elkezdő erősségnél át is térhetünk talán a következő témára, ami a befejező erősség, és ott a második pontnál vannak azért... De még nem értem a végére, ne hülyeskedj. Hát az senkit nem érdekel, hogy hova értél, meg mit nem ért. Na mondjad. Akkor gyorsan végig szaladok rajta még. Fölmérés előszedi az elektromos cigaretta használat legfőbb indokait is, és a két legfőbb indok az arra jött ki, hogy a leges legfőbb indok, amiért az emberek elektromos cigarettáznak, az, hogy szeretnének megszabadulni a dohányzás káros mivoltától. A második legfontosabb pedig a környezetük védelme, a rokonaik, családtagjaik védelme a passzív dohányzástól. Futottak még a gazdaságosság, a sokféle ízválaszték és a korlátlan használat is. Hogy valami negatívat is említsek, közel 58%-a az e-cigi használóknak tapasztalt valami fajta negatív mellékhatást. Ebből közel 39% száraz száj és torokra panaszkodott, 12,8% köhögésre, és kicsivel több mint 13% pedig fogíny problémákra. Az előbbi probléma a köhögés az inkább az e-cigivel párhuzamosan dohányzókra is, az utóbbi az íny problémák azok inkább azokra voltak jellemzőek, akik már nem fogyasztanak dohánytermékeket. A megkérdezettek bocsánat, több, mint a... Igen? Mert pont erről jutott eszembe, hogy térjünk már ki azokra, akik párhuzamosan használják a cigarettát meg az e-cigarettát, mert nekem is volt ilyen kollégám, és szent meggyőződésem, hogy ez csak azért van, és kizárólag azért van, mert valamilyen konfigot ő nem jól ítélt meg. Szerintem nem jól ítéli meg a leves erősségét, nem jó készüléket használ, és ha ezt a kettőt ő rendbe tudja rakni, akkor nagyon jó irányba tud elmozdulni. Nekem a kollégám most mondta, hogy egy-két hónapja átállt teljesen az e-liquidre. Benne volt neki persze az is, tudjátok, ez a beidegződés, hogy a reggeli kávéhoz cigarettát kell szívni,
de ő szerintem alacsonyabbat szívott erősségben, mint amit kellett volna, és utána ő upgrade-elt egy Vision Spinnerre, ott egy picit már tudott játszani a feszültségekkel is, és lám, egy hónapon belül is hagyta teljesen a cigarettát, mint ez olyat. Ez valószínűleg nincsenek elegen tisztában, hogy igazából tényleg ez nincs kőbevésve, és simán lehet variálni. Gondolom ez inkább az idősebb korosztályt érinti annyira, akik nem nagyon bíbelődnek ezzel. Hát de... nekem pont egy korunkbeli srác a kollégám, aki ebbe beleesett, de érdekes, hogy ő például, amit már sokszor beszéltünk, hogy kinek mi az igénye, neki nincs arra igénye, hogy kezdi érezni, hogy lehetne upgrade-elni, de ő teljesen jól el van ezzel az eszközzel, és ő beruházott még, azt hiszem, két spinnerre, hogy egy otthon, egy meg mindig feltöltve nála vész esetére, hogy ne járjon úgy, mint én, amit múltkor kibeszéltünk, és őt ez kielégíti. De akinek ez nem jó, kell keresni valamit, ami hozzásegíti ahhoz, hogy csak tisztán, már hát úgy persze, tisztán, de... hogy csak ezt használja. De ezek teljesen jó készülékek, ha nem kell mindenkinek modmániásnak lenni. A fő veszély igazából abban van, és párom Kinga szokta azt mondani, hogy ő nem szeret ajándékba elcigit adni, ő arra jutott, hogy be is fejezzem a mondat első felét, szóval a fő probléma valószínűleg azzal lehet, amikor valaki kap ajándékba egy cigi formájút, kipróbálja, és nyilvánvalóan nem fog neki bejönni, és akkor innentől kezdve le is tudta az elcigi kérdéskört. Ez nagyon jó, hogy említetted egyébként, hogy a Kingával ilyen eset megtörtént, vagy így van, mert pont az egyik Facebookos csoportban egy srác fölírta, hogy van-e valakinek egy felesleges ego szettje, amitől megválna, áttérítéshez kellene Soher jeligére. És én annyit írtam rá első kommentbe, hogy tényleg Soher, aki sajnál 2-3 ezer forintot a saját egészségére. Én úgy vagyok vele, közvetlen a Clairvoy ugye leosztott, de én úgy vagyok vele, hogy aki arra, hogy valamit kipróbáljon, és az elhatározását ezáltal letegye valami mellett, sajnál ennyi pénzt, ami mennyi most? 5 doboz cigi? 6 doboz cigi? Körülbelül 8, mondjuk, legyen 8. Igen. 8 doboz cigi az durván egy kicsivel több, mint egy heti adagja. Ha ennyit sajnál, akkor ő nem is akarja komolyan. Meg akkor mi az, ami őt rajta tartja ezen az úton? Mert akkor az van benne szerintem, hogy ajándék volt, nekem pénzbe nem került, nem jött be, letoljom az egészet. Az egyesületnek volt egy kezdeményezése karácsony előtt, amikor is dohányosok jelentkezhettek, egy pár szóba leírták, hogy mi szeretnének e-cigarettát, és akkor közöttük kisorsoltunk 10 darab kezdőkészletet. Egyetlen egy kitételünk volt, hogy 30 nap elteltével, nagyjából ennyi likvidet is kaptak, 30 nap elteltével írják le a véleményüket. Tehát a 10-ből azt hiszem 4 köszönte meg, hogy elküldtük a postán likvidestől, leírásostól, kezdőkészletestől, mindenestől a cuccot, és mit gondoltok, hányan írtak vissza? Nulla. Konvergál a nullához. Nulla, nem konvergál, nulla, nulla, nulla. Tehát azt a fajta segítségnyújtást, Inkvinek volt egy másik esete, amikor a kollégájának rakott össze egy készletet, ki lett fizetve neki is, meg a feleségének is, csináltunk velük videót, egy hét után mi van, hogy van. Úgy visszaszoktak gyerekek, hogy öröm volt nézni. Tehát ha nem adsz ki érte pénzt, ha nem érzed a saját bőrödön, hogy ez neked pénzbe került, és most ha rá fogsz gyújtani, akkor ezt kidobtad az ablakon, és nincs ez az icipici elszántság benned, akkor nem ér az egész semmit. Ez olyan, mint a pénzben póker. Igen, hasonló. Egy az egyben. Hát most mit érdekel engem, hogy all-in-t dobok, hogyha nem pénzbe játszunk? Nincs tétje. Kicsi a tét, a kedvem sötét. Úgyhogy én úgy szerintem, bocsánat, hogy szabadba vágtam, de igen, amit a Fifika is mondott,
hogy ez, ha valakinek nem kerül pénzbe, mondjuk ne azért maradjon emellett, hogy mert a pénz, de hát akkor van valami súlya. Igen, hát, de azt mondják, hogy ami könnyen jött, az könnyen megy. Igen. Én nem is a pénzre hegyezném ki ezt a dolgot, mert az, aki kap ajándékba egy ilyet és meglepik vele, abban valószínűleg nem érett meg az elhatározás, és az ECG-nél rohadt fontos az elhatározás, hogy már pedig tényleg meg akarod próbálni. Meg azért, hogy ne nagyon politizáljunk, vagy ne ilyesmi, de szerintem nem ennyire fekete vagy fehér ez a helyzet, mert valószínűleg elég széles skálán mozog a népesség ebben az országban, és biztos, hogy vannak olyanok, akik nem is a napi dobozcigijüket a boltba veszik baromi drágáért, hanem tekernek valami sodrott történetet, úgyhogy nem feltétlenül kell David Hoffal rohangálniuk. A mondani való lényege, hogy én el tudom képzelni, hogy vannak olyanok, akik szívesen kipróbálnak az e-cigarettát, és valóban nincsen rá 3-4 ezer forintjuk. De ettől függetlenül fontos az elhatározás. Na, igen, de tudod, szerintem az egész más, hogy mondjuk nincs rá pénze, és... Vagy nem akar rá szállni. Hát nem, inkább maradjunk a jó indulatnál, és nincs rá pénze, de mondjuk fölregisztrál egy ilyen témájú fórumba, érdeklődik, beszélget. Nekem egy másik fórumon is voltam, és pont ott ugyanez az analógia. Volt egy srác, aki nem engedhette meg magának, hogy vegyen egy olyan számítógépet, mint ami nekünk van. És a közösség, hát nem a legújabbat, ugye, de volt egy felajánlás, és a közösség összedobta neki a pénzt rá, kifizettük helyette, és gyakorlatilag nagy örömmel használta. Tehát, hogyha itt följön valaki a fórumra, nézelődik, kérdezősködik, benne az elhatározás megvan, de azt mondja, hogy gyerekek, hát én nem tudok érte annyit adni, de tényleg nagyon szeretném. Akkor egész más a felütése az egésznek, mint hogyha te egy ilyen sorsolás keretében így összevadászol 4-5 embert, hogy érdekele, érdekele. Úgy van vele, hogy pénzbe nem kerül, próbáljuk meg, aztán maximum nem. Ez a kettő között a különbség. Jogos. És akkor át is térnék a második témára. Nem igaz. Még mindig. Mindjárt vége van. Hány oldal még, már csak 4 bekezdés. Atya úristen. Hát próbáltam alapos lenni. Jó, akkor ez megint egy ilyen monstre adás lesz. Múltkor így belesültem a csípőből válaszolgatásba, gondoltam, most fölkészülök. Szóval, a megkérdezettek több mint a fele javuló légzésről, ízérzetről és szaglásról, valamint jobb állóképességről számolt be, egyharmaduk pedig pihentetőbb alvásról. Azok, akik krónikus betegségben szenvednek, mint például cukorbetegség, keringési és légzési zavarok, stb., többen tapasztaltak javulást, ha már abba hagyták a dohányzást. Ez most így triviálisnak hangzik, tehát azok a vaperek, akik nem dohányoznak mellette, tehát nem duál felhasználók, azok nagyobb számban tapasztaltak javulást a krónikus problémáikat illetően. A légzésszervi megbetegedésben szenvedők egyharmada viszont arról számolt be, hogy jelentősen csökkenthette, vagy akár teljesen be is szüntethette a gyógyszer fogyasztását, miután átállt elektromos cigarettára. Ennyi igazándiból a sok érdekes számadat, amit kigyűjtöttem belőle. Még egy fontos hozzáfűzni való van, hogy ez Farsalinos doki is megjegyezte, hogy ezek az adatok nem vetíthetőek egyenes arányban a népességre, mert a kitöltők többsége elfogult felhasználó. Így nem jelenthető ki az, hogy jaj, de igen, azt mondtam, hogy 81% sikeresen abbahagyta a dohányzást egy hónapon belül. Így például nem jelenthető ki az ezek alapján, hogy a népesség vagy a dohányosok 80%-a sikerrel le fog szokni, hogyha elektromos cigarettát használ, mert léteznek más olyan kontrollált körülmények között készült felmérések és tanulmányok, amik ennél jóval kisebb számokat hoztak. Viszont ezek a kontrollált körülmények miatt nem is annyira életszerűek, mint a részletes rengetegféle elektromos cigaretta, amihez hozzá lehet jutni, úgyhogy azok pedig valószínűleg alulról közelítik ezt a számot, az igazság valahol a kettő történet között lehet. És most befejeztem, Csányi, végére értem alap. Elfelejtettem, mit akartam. A következő pontot szerint. Igen, a következő pont, ami nagyon durva. Van egy város, amiről még sose hallottam. Az a neve, hogy Corta Madre. Pillanat. Miért? Az a történet, hogy a Corta Madre-i tanács megszavazta 3-1 arányban. Ezek szerint 4-en vannak.
Igen, ez is fura nekem, tehát ez elég szűk a tanács. Na mindegy, a lényeg az az, hogy 3-1 arányban megszavazták a elektromos cigarettát tiltó rendelkezést privát otthonokban. És ez a törvény 2015 májusban életbe is fog lépni. Korte. Igen? Korte Madeiráról azt kell tudni, hogy ez az a városka, ami elhíresült arról, 2009-ben itt tiltották be az otthon dohányzást olyan lakóterületeken, ahol több család is él egy épületben. Tehát itt igazából arról van szó, hogy társasházakban, ilyen típusú helyeken van ez, és az elmebeteg állat, aki még mindig a városi tanácsban van, mindezt azzal indokolta, hogy az otthon dohányzás a fal túloldalán, ez olyan, azzal egyenértékű, mintha átnyúlnál a falon és lelőnél a szomszédban egy gyereket. Konkrétan ez volt az érve. Ez nagyon kemény. Laknak még ott egyébként emberek? Tehát így... Négyen biztos. Négyen biztos. Látjátok lelki szemeitek előtt, mint mondjuk egy hatalmas nagy járványnál, hogy ezt bejelentették, és tömött sorokban indulnak el megpakolt autóval a várost, elhagyva az emberek tömegei. Mert betiltják. Hát nagyon kemény. Ez egy remek példa. De most azt elképzeltétek, hogy mi lesz? Tehát így megy a rendőrségi helikopter, és így lesz be a lakások ablakán. Jó, ez csak fürdik. Jó van, akkor mehet. Az érdekelne egyébként, hogy ebben a városban a cigarettázás is be van vajon tiltva négy fal között? Igen, erről már be van tiltva. 2009-ben azzal kezdték, már be van, hogy azt betiltották, és ezt a történetet, ezt a káposztát melegítették föl most a kis városházi ülésükön, hogy bakker, itt ez az elcigi, ha már 2009-ben betiltottuk a dohányzást, akkor mi lenne, ha az elcigit is egy füst alá, vagy egy kalap alá vennénk? Hol lehet cigarettázni, meg vépelni? Ki kell menned az utcára? Vagy? Közterületen nem lehet, stb. Hát lehet, hogy a saját udvarodon. Nem, ha van egy kertes házad, és más család nem él a környéken, akkor igen. Vagy van ilyen vép kabin, tudod, így lemész, kinyitod, beülsz, és kód lehet. Egyébként, hogy a dohányzás az igaz, hogy mondjuk társasházakban átmehet a szomszédba a szak. Tehát nyáron ki van nyitva az ablak, közel van a szomszéd ablaka, vagy a WC-ből, stb. Ezt még csak-csak meg lehet indokolni, hogy mondjuk büdös a szomszédnak. Na de mi gond van az e-cigivel? Tehát mert nem szereti a szomszéd az eper illatot? De... Hát ezt én azért ezt a cigarettás történetet is egy picit erős túlzásnak értékelem. Ezt fogszolják már le a szomszédok egymásra. Jó, de az lehet. Az megvan az a... Megvan az a sztori, amikor a csávó vépelt a munkahelyén, vagy azt a múltkori adásba elsütöttük már, vagy még... Melyikre gondolsz? Vépelt a munkahelyén az ablak mellett, és bejött valaki, és mondta neki, hogy ne. Nem, azt nem sütöttük el, nem sütöttük el azt a... Ne szívjál egy cigarettát, és akkor mondja a gyerek, hogy oké, elrakta, tehát 5 zsebzár, berakta a zsebébe, csak furta az oldalát a kíváncsiság, hogy... Mégis miért zavar? Tehát se nem büdös, se nem izé. És akkor ránézett a kollégája, és azt mondta, hogy azért, mert a tüdődből jön. Jézusa. És akkor röhögve kiment a gyerek, oké, akkor itt levegőt se veszek. Tehát, na, tehát ezzel nem tudsz vitatkozni. Igen. Viszont ez a Korte Madeirában valószínűleg abszolút reneszánszát élheti az érdekházasság 2009 óta, mert ez a nagyobbik fiamat a szomszéd lányához adom, és akkor egy család leszünk, és dohányozhatok még. Igen, úgy adják össze, olyan a... Kertes házak azóta az égbe mentek, tehát ár szempontjából valószínű. A dohányzó páromat keresem. Néptelenednek el. Jó. De ez elképesztő, amikor néhány embernek kelleténél egy kicsivel több hatalma van, és így keseríti meg másoknak az életét. Tehát nekünk is itt van a nyakunkon, most EU szinten ez az egész őrület, úgyhogy a bőrünkön fogjuk érezni nem sokára, hogy mi lesz. De hát ez hihetetlen, tényleg. És az pláne hihetetlen, hogy valaki nem kell föl, nem megy be a négyfős ülésre, és nem kell le két kúra nagy sallert ezeknek az idiótáknak. Az egyébként kemény, hogy ott, ahol annyira védik az emberek jogait, és
mindenki az alkotmánnyal és a vonatkozó cikkekkel és bekezdésekkel jön, ott egy ilyet meg lehet lépni, hogy a saját privát szférádban, a saját tulajdonodban nem teheted azt, amit akarsz. Mert értem én, hogy vannak hülye törvények, hogy mit tudom is én, kecskével nem lehet dugni, meg mit tudom is én, nem lehet pattogtatni a társasházban a labdát a padlón, de azért itt érezzük, hogy azért ez rohadt nagy kontraszt. Ennyi túlkapás. Túlkapás, és akkor itt viszont egy múlt héten talált cikket meghagytunk, mert az már nem fér be az időnkbe, viszont a túlkapásról jutott eszembe, hogy volt egy Air Canada járat, ahol dühösek voltak az utasok, mert hogy volt egy ember, aki elcigarettázott repülés közben. És állítólag. 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 Az ember azt mondja, hogy ha ez valakit zavart volna, akkor miért nem szólt. Nekem az egészben az a fura, hogy ugye magát az e-cigarettázást az amerikai repülőgépeken már 2011-ben betiltották. Gondolkoztam rajta én is egyébként, mikor ilyen transatlanti járaton repültem, hogy mi lenne, ha kimennék sutyiba a WC-be, azt ott egy-két ilyen lopakodó, üzemmódú pöffentést eleresztenék, mint amit múlt héten is beszéltünk, hogy mi ennek a technikája, de nem akartam én ezt rizikózni, hogy aztán a border control meg várjon engem a repülőtéren, vagy esetleg visszaforduljunk az óceán fölött. Igen, és akkor most nyitjuk az ajtót, köszönjük, a csomagot átveheted. Nem. Szóval fura ez az egész történet, és meg az is, hogy úgy áll hozzá állítólag az utas, hogy hát ha ez valakit zavart, akkor miért nem szólt akkor és ott neki a légiutas kísérő, mondjuk. Hát ez nálam alap lenne, hogy nem feszegetek egy ilyen dolgot mondjuk egy repülőgépen. Hát a repülőtársaság meg ugye azt nyilatkozta, hogy náluk is be van tiltva ez a történet, úgyhogy ha valamelyik légikísérő ezt észlelte volna a repülés közben, akkor feltétlenül szólnak neki, de nem vette észre senki, utólag reklamált mindenki. Azt nem tudom egyébként, hogy most légimarsallok csak a nemzetközi járatokon vannak, vagy a helyi járatokon is, mert hát akkor azt szerintem, ha ilyen lett volna, az biztos ott előkapja az igazolványát, és Le Chuck Norris hozza, és aztán kint megvárják. Tehát lehet, hogy megint egy hangulatkeltő cikk. Viszont erről jut eszembe, valami hasonló történt velem a múlt héten, vagy a múlt hét előtti héten. Nagyon aranyos volt. Nem nagyon szoktam a metróba elcigizni. Maximum az aluljáróba, a tranzitba, de hogy ott a peronon már nem. De múlt tranzitban, óriási. Metró tranzit. Hát a Deák téren, basszus, ott van tranzit. Na minden esetre úgy jött ki a múltkor a lépés, hogy pont úgy megkívántam egy slukkot, és így vártam a kis föld alattimat, és belepippantottam egyet, nem többet, tehát tényleg egy slukkot kifújtam, és úgy állt előttem egy idős pár, hogy háttal nekem a fater, és szembe előtte a mama, aki kisebb testű volt, mint a fater, úgyhogy engem nem látott. Csak azt vettem észre, hogy én kifújtam a kis gőzfelhőmet, és a mama, mint a mérgezett egér, elkezd így nézelődni jobbra-balra, meg a férje válla fölött, és így nézi, hogy honnan van ez a felhő. És így nézi a kezemet, de hát nem látott benne cigit. És fülemen volt a fülhallgató, úgyhogy elvallottam sajnos, hogy mit mondtak, de teljesen fel voltak pörögve, biztos történt végre valami velük a héten, és ott nyüzsögtek és nézelődtek, hogy ez az egész történet mi lehet. Nagyon bókás. Képzett Gizikém, olcsóbb lett a csirkefarhát, és valami a füstölt a metrón is. Meg volt a sztoriuk a hétre a Bridge Klubba. Basszus, de aztán persze, mondom, lehet, hogy a fülestől nem hallottam, és lehet, hogy csak arról volt szó, mert a metrón azért ugye nálunk nem olyan ritka dolog, hogy elkezd füstölni valami, és az nem túl jó. Úgyhogy lehet, hogy szegények nem valami gonosz dohányost kerestek, hanem csak megijedtek, hogy valami probléma van. Minden esetre nagyon mókás volt. Tehát az az igazi ilyen, mint amikor a jó szomszéd nem bír magával, mert valamit kötekednie kell, pont olyan feje volt a mamának. Kötekedésről jut eszembe. Olvastátok az FDA tervezetet? Nem te volt se, hozzá energiám. Te se olvastad. Azért mondom, én úgy, tehát nem azt mondtam, hogy ti is olvastátok, hanem olvastátok, mert én megláttam, hogy milyen 200, terjedelmű. 200, de ugye ez csak egy, minek hívjuk ezt, vitaírat?
Igen, vitaindító, vagy valami Vitaindító irat, amiben a lényeget azért kiveséztük, hogy ők se tudják, hogy mit szeretnének e-cigi ügyben, bizonyosan nem. És ami nekem érdekes volt még benne, az az, hogy például meg fognak szüntetni a dohányárun a meddőséggel kapcsolatos fölírásokat. Ezt nem tudom, mire alapozták, de jó pofa. Én annyi európai párhuzamot vonnék ezzel a történettel, hogy egy egész más kinézete van, hogy az e-cigiről szóló, mint egy ilyen háromnegyed oldalas blokk, az igazából pusztán arról szól, hogy nincs kialakult véleményük, úgyhogy várják a szakértők meg mindenkinek a tudományos kutatási eredményeit, véleményét, hozzászólását, stb., hogy eldönthessék, hogy milyen irányba is kéne elindulni. Ezzel szemben nálunk a felvilágosult kultúrált Európában mi volt? Összeültek 15-20-an, és kitalálták, hogy gyógyszert csinálnak ebből, anélkül, hogy bárkit megkérdeztek volna. Tehát ez a hozzáállás, hogy basszus, tudjuk, hogy nem értünk hozzá, segítsetek, hogy jó szabályozást csináljunk. Ez nekem egy fokkal szimpatikusabb, mint ami itt volt. Igen, mondjuk az ott felsorolt tanulmányok azért nem a legfrissebb és nem a legjobb tanulmányok, amik eddig születtek ebben az e-cigaretta kérdésben, de mégis a szándék azért egészen másként fest, mint nálunk. Hát meg ez ugyanaz az FDA, aki meghívta kintre Farszalinos dokit egy baromi hosszú előadás keretében, hogy mégis számoljunk be nekik, hogy mi lenne a jó ebbe a történetbe. Nálunk meg mi volt? Az Európa Parlamentben kapott 3 percet Farszalinos doki. Köszönjük szépen, ott kint meg órákig beszélgettek a témáról. Ez így van, és ha már a véleménynél tartunk, az Egyesület a jövő héten fogja elpostázni a minden parlamenti küszöbet átlépett párt első 5 lista vezetőjének, ugye most jönnek az EU-s választások, illetve az Európa Parlamenti választások nálunk, képviselőválasztások, ezért el fogja postázni minden parlamenti küszöbet átlépett párt első 5 listásának a levelét, amelyben arról érdeklődik, hogy hogyan is viszonyulnak az e-cigarettához. Kitérve a mindenre, tehát folyadékra, nikotinra? Igen, 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 uh-huh. Igen. És a levelet azt, ha elpostáztuk, akkor közzé fogjuk tenni az Egyesület oldalán, illetve azoknak a válaszát is, akik válaszolni fognak. Azt most mondom, ha valaki nem válaszol, az nekünk egyébként válasz. Jelzésértékű, igen. Jelzésértékű válasz, ez a Pont lesz arja című történet. És nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ebből a, azt hiszem, 39-40 körüli levélből hány EU-s jelölt fog válaszolni nekünk. Kíváncsi van. Ez csak így az FDA tervezett margójára szerettem volna tenni. És akkor jöjjön most egy kis színes. Találtam egy magyar startup oldalon, mert ugye a Goker az egy magyar érdekeltségű, ám de Amerikában székelő cég. A Goker oldalán találtam egy linket. Én csak kreatív hobbinak tudom ezt az egész történetet nevezni, ahol kitért a mindenféle nem is mikroblogokra, hanem ezekre a ő megvalósító szájtokra, hogy mit tudom is, én Instagram, Vine, ahol ilyen 5-10-15 másodperces videókat tudnak a felhasználók rögzíteni, és érdekes kis videókat lehet, pont a cikkben is be van egy-két videó ágyazva, ahol különböző hashtagekkel ugye felhasználók bejelölgetik a, hogy miről szól tulajdonképpen. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.